Rudason a helyi általános iskola épületében fennakadások nélkül megnyílt reggel 7 órakor a szavazóhely. Az első szavazó már az urnanyitást követő első percekben megérkezett, hogy leadja voksát. Azért, hogy a fiataloknak legyen jobb, lehet, hogy jobb lesz, na, én remélem, meg mind, mert nekem is vannak gyerekek, csak nincsenek ide haza most. Az idei választások a koronavírus járvány miatt szigorú egészségügyi szabályozások betartása mellett zajlanak Szerbiában. A választási bizottságok tagjai, valamint a megfigyelők kötelesek maszkot és kesztyűt viselni. A választópolgároknak ez nem kötelező, de ajánlott a védőmaszk viselése. A szavazók legfeljebb 15 percet tartózkodhatnak a szavazóhelyen, és be kell tartaniuk a kötelező 1 méteres távolságot. Tamasi Lajos is betartotta az egészségügyi előírásokat, stábunknak pedig elmondta, miért vett részt a választáson. Azért tartom fontosnak, hogy egy kicsivel jobb lesz, meg a vezetőség akkor talán jobban odafigyel mindenre, amire szükség van. Vajdaságban a legtöbb szavazóhelyen 3 urnába dobhatják be a szavazataikat a lakosok. A köztársasági mellett tartományi és önkormányzati választásokat is tartanak. Átszámoltuk a szavazólapokat, azért volt mit tenni venni, tehát 3 szinten, köztársasági, tartományi és a városi szinten, úgyhogy szépen halad. Szerbiában egyébként több mint 6,5 millió polgárnak van szavazati joga, akik a 8253 szavazóhely valamelyikén adhatják le voksukat.